Azt mondják, hogy az ember olyan fiatal, amilyen fiatalok az erei, illetve amilyen egészségesek az erei. Hogy milyenek az egészséges erek? Hát ezt több helyen olvashattuk már, biztos önök is tudják, de azért elmondom, hogy az egészséges ér rugalmas, és tulajdonképpen nincs benne semmi lerakódás. Ez az állapot amúgy nem sokáig tart, az élet elején egy pár évig, aztán a kor előre haladtával mindenféle lerakódások képződnek rajta, és ami azt jelenti, hogy a véráram kicsit akadályozva van, szóval nem olyan folyamatos, mint ahogy kellene, és ez különféle problémákat okozhat, például infarktust, vagy agyi érkatasztrófát, és még sok minden más betegséget. Az a tapasztalatom, hogy az emberek elég keveset tudnak arról, hogy az nem csak a szív és az agyi erek meszesedhetnek el, hanem tulajdonképpen a test bármelyik pontján kialakulhat érelmeszesedés, ami leszűkíti az ereket, és ami nagy problémákat okoz. Dr. Balázs Tibor intervenciós radiológussal fogok beszélgetni ma, mégpedig a végtagok érszűkületéről, tulajdonképpen arról, hogy ez a betegség hogy alakul ki, mik a kockázati tényezők, és milyenek a kezelés lehetőségei. Üdvözlöm, doktor úr, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Első kérdésem az lenne, hogyha valakinek folyamatosan hosszú ideig fáj a lába, és közben visszér tágulatai is vannak, honnan tudhatja meg, hogy ezt az érszűkület okozza, vagy pedig a visszér? Mi a két betegség között a lényeges különbség? Igen, lényegében két külön rendszerről van szó. A visszerek esetében vénákról van szó. Itt az oxigénmentes vér lényegében a lábból a szívbe kerül, és a betegeknek tipikusan, így a nap végén, amikor nyugalomban vannak, elkezd duzzadni a lábuk és fáj. Ezzel ellentétben az érelmeszesedés az artériákban, tehát a verőerekben ahhoz vezet, hogy az eleinte az oxigén és a tápanyagdús vér, ami eljut a lábakba, hirtelen csökkenni kezd ez az ellátás, és az embereknek fájni kezd a lábuk tipikusan járás közben, tehát megterhelésre, és a megterhelés elmúlása után megszűnik ez a fájdalom. Tehát pihenéskor elmúlik. Így van, És a visszereknél szintén? Tehát a visszereknél ott az a helyzet, hogy a visszereknél ott meghibásodik a billentyű, a visszérbillentyű, és a vér felhalmozódik lényegében a lábban, és ez okozza a fájdalmat. Uh-huh. Az arteriális leszűkülésnél ott pedig az a probléma, hogyha nagyon előre halad ez a stádium, annyira leszűkül az ér, vagy elzáródik, hogy már nyugalmi fájdalom is van, ilyenkor a betegnek le kell akasztani a lábát, hogy megnyugodjon ez a fájdalom, mert a gravitáció segít, hogy lényegében elüssön a vér. Jobb lesz a vérellátása. Így van, tehát a gravitációval segítünk magunkon, és ezzel szemben a vénás, duzzanás az elmúlik, hogyha felemeljük a lábunkat. Ez olyan nagyon egyszerű lényegében megkülönböztetés, de azért szakértőre van szükség, igen, hogy meg tudja különböztetni ezt a két problémát. Ki hajlamosak erre a betegségre, és melyek azok a kockázati tényezők, amit mondjuk az életmódunk folyamán hibákat követünk el, melyek azok a hibák, amelyek érszűkülethez vezetnek? Igen. Tehát amit úgy az elején tudunk mondani az aterosklerózisról, az az, hogy ez egy olyan folyamat, ami lényegében azzal jár, hogy lassan lerakódik egy ilyen kásárszerű anyag az érfalban, és ez lassan megkeményedik, mivel a kalcium lerakódásról van szó. Ennek az okát sajnos nem tudjuk. De vannak kockázati tényezők, és ezek a fontosak. Tehát ki az a beteg, aki tipikus nálunk? Ez a cukorbeteg, aki túlsúlyos, és esetleg dohányzik, magas a vérnyomása, pozitív a családi története, esetleg helytelen az életmódja. Tehát ezek mind olyan faktorok, amelyek során az aterosklerózis folyamata felgyorsul. Ilyenkor már az 50 éves korban a rizikója annak, hogy valakinek valamilyen módon szűkülése lesz, vagy a láb, vagy a nyak, vagy a szívütőjelében. Ilyenkor aztán azt mondjuk, hogy kivizsgálásra, vagy szülőkivizsgálásra lenne szükség specialistánál. Mik a lehetőségei annak az embernek, akinek mondjuk hónapok óta fáj a lába, és talán arra gyanakszik, hogy
valami az erekkel nincs minden rendben, kihez kell fordulnia? Elég, hogyha a körzeti orvoshoz megy, és megvárja, míg ő elküldi valamilyen szakorvoshoz, vagy pedig egyenesen menjen az érsebészhez, vagy a ér szakorvoshoz? A nagyon ügyes körzeti orvos meg tudja különböztetni, ki tudja szűrni azt, hogy a betegnél milyen problémáról van szó. Tehát, hogy viszérbetegségről van-e szó, vagy esetleg érszűkülésről. Kihérdi a beteget, milyen szimptomái vannak, fizikális kivizsgálást, ki tudja tapintani a pulzust, esetleg nincs-e aszimetria, tehát valamelyik lábon jobban tapintja a pulzust, valahol nem. Vannak olyan körzeti orvosok, amelyek meg tudják mérni a bokakar vérnyomását, az indexet, és hogyha a gyanú van arról, hogy esetleg elégtelen a vérellátás, akkor el tudják küldeni a szakértőhöz, érsebészhez, esetleg angiológushoz további kivizsgálásra. Szeretnék visszatérni még erre a boka-kar kivizsgálásra, mert azt hiszem, hogy ezt is kevesen tudják, hogy van ilyen, hogy a lábnak és a karnak is van vérnyomása, és a kettőnek az arányát kell megnézni, illetve hogy milyen az egyik, és milyen a másik, hogy mit lehet ebből ez, hogy történik, milyen ez a műszer, és mire lehet abból következtetni, hogy valami ott a lábban, a végtagban nincs rendben, és milyennek kell lenni az értéknek, hogy nyugodt lehet a beteg, hogy nincs érszűkülete. Így van, ez egy nagyon frappáns berendezés. Ugyanazon az elven alapul, ahogyan a vérnyomást mérjük a karon, de itt ebben az esetben megmérjük a vérnyomást a bokán is. Ezek a berendezések úgy működnek, hogy több lényegében manzsettájuk van. Egyszerre mérik a vérnyomást a bokán is, és a karon is, és összehasonlítják, ahogy említette, ezt a két vérnyomást. Vegyük például valakinek 120 mm a vérnyomása, a felső vérnyomása, az alsó végtagja is 110-120-nak kéne lennie. Tehát lényegében egy az egyben ugyanannak a vérnyomásnak kell lennie a felső és az alsó végtagnak, de hogyha csökkenni kezd, akkor már észlelhetjük azt, hogy nincs elég vérnyomás, tehát úgy el lehet képzelni, mintha egy gát lenne a folyón, a gát előtt nagy a víz, nagy a vérnyomás, de a gát alatt csak csurgadozik a víz, mivel valami elzárta a víznek az útját. És ha ez az érték nagyobb, mint egy, akkor ebből mire lehet következtetni? Ez pedig az a probléma, hogy annyira messzesek az erek, hogy nem lehet őket összenyomni. Tehát rendkívül nagy nyomásra van szükség, hogy össze lehessen nyomni. Ezek az értékek már nagyon magasak. Ilyenkor azt mondjuk, hogy nagyon lényegében előre haladott az élelmeszesedés. Most még azt szeretném, hogyha részletesen elmondaná, hogyha valakinél felmerül a gyanú, hogy érszűkülete van, milyen lehetőségei vannak a kezelésre, hogy egyáltalán meg lehet ezt gyógyítani, vagy pedig meg kell tanulni vele élni? Mik a lehetőségek? Az élelmeszesedés mind olyan, nagyon lassú folyamat, és sokáig aszimptomatikus, tehát nincsenek tünetek. De ezek a plakkok, ezek lassan alakulnak, nőnek az egész szervezetben, tehát ideálisan jó nagyon hamar kiszűrni azokat a betegek, amelyeknek már kialakultak ezek a szűkülések, és kezelni őket. Tehát vannak mondjuk fiatal betegek, akinek még nincsenek olyan tüneteik, hogy fáj a lábuk, hogyha elmennek pár métert, de már van részleges a aterosklerózis, olyankor gyógyszeres kezeléssel, életmódváltoztatással le lehet lassítani ezt a folyamatot. Sajnos a kialakult plakkot már nagyon nehéz eltávolítani, de meg lehet gátolni azt, hogy ne nőjön tovább, esetleg tudjuk oldani a vért, hogy ne alakuljon ki vérrög ezeken a plakokon, hogyha nagyon szűkek ezek a erek, és tudjuk lényegében csökkenteni a zsírnek a mértékét is a vérrendszerben, hogy lényegében koleszterin csökkentő gyógyszereket is szednek ezek a betegek. És ha valakinek nincs tünete, semmi fájdalma, akkor ki vizsgálja ki, és minek alapján vizsgálja ki azt, hogy esetleg hajlamos az érszűkületre, hogy már az megelőzés folyamatában valamit csináljon a beteg magáért, vagy esetleg gyógyszert kap. Nyilván ezt már említette, ezt a koleszterin csökkentő gyógyszereket, de hogy van-e még valami olyan módszer, vagy hogy tudnak rájönni arra, ha tünetmentes a beteg, hogy hajlamos az érszűkületre?
Itt a rizikós faktorokat közelíteném meg, tehát hogyha van olyan betegünk, aki túlsúlyos, esetleg cukorbeteg, és mondjuk még közben dohányzik is, akkor önállók azt szokták ajánlani a körzeti orvosok, hogy oké, itt már szükség van egy érkivizsgálatra, mert mi van, hogyha már szűkülnek az erek. Mert ez a probléma, hogy itt nem érezzük a fájdalmat először, tehát nagyon sokáig a szervezet kompenzálni tudja a hiányt. Tehát itt aztán nagyon fontos az, hogy megelőzni ezt. Ez egy olyan betegség, ami nem jelentkezik úgy, hogy nagyon a kezdetben vagyok, nem fáj semmi. Itt sajnos, amikor már nagyon késő van sokszor, akkor kezd el fájni. Tehát meg kell előznünk, hamarabb kell reagálni. Én azt mondanám, hogy tipikusan 60-65 éves korban egy érkivizsgálás, egy szűrőkivizsgálás nagyon hatásos lehet kiszűrni azt a 10%-ot. Tipikusan a 10% a populációnak van szimptomatikus érszűkülése ebben a korban. A 80 éveseknek már 50%-a. És ezt az érkivizsgálást a körzeti orvos el tudja végezni, vagy pedig ehhez szakorvos kell? Kezdetben elég a körzeti orvos, aki alapkivizsgálást tud végezni, és hogyha gyanúval van arról, hogy szükség van komolyabb kivizsgálásra, akkor az érsebész, angiológus tud csinálni Doppler ultrahangot, el tudja küldeni a beteget CT kivizsgálásra, magnetikus rezonancióra, és hogyha nagyon súlyos az állapot, ilyenkor már az intervenciós beavatkozások kerülnek sorra, és ott a betegeket vagy operáljuk, vagy intervenciósan kezeljük. Igen, az ön szakterülete, ahogy említettem, intervenciós radiológus. Egy picit, gondolom, sokan nem tudják, hogy mit jelent ez. Megkérném, hogyha egy picikét elmondaná úgy, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen milyen módszerről van szó, vagy milyen szakterületről. Ez egy nagyon fiatal ága a radiológiának. Úgy, ahogy eddig a beteg eljött és meg tudtuk csinálni a tüdőrengent, CT-t tudtunk, vagy magnetikus rezonanció képeket tudtunk lényegében értékelni, így egyben a kiértékelés után mi már tudjuk a beteget kezelni is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a beteg fekszik az asztalon, és egy kis szúráson keresztül be tudunk hatni a betegnek a vér-érrendszerébe, és ebben a vér-érrendszerben egy ilyen húrszerű műszerekkel tudunk utazni, és látjuk, mivel ugye röntgensugárzással vizsgáljuk a beteget közben, látjuk a monitoron, számítógép kialakított képen, hogy hol helyezkedünk el, hol vagyunk a páciensben, lábérben, esetleg szívben, agyban, és tudjuk tágítani ezeket az ereket, úgyhogy a beteg ébren van, kommunikálunk, ez a beavatkozás mini-invazív, és nem metszük a bőrt, tehát nem metszük a szöveteket. Egy tűszúrás után milliméterekről beszélünk, a milliméternek a tizedéről, századáról, tehát 0,1-0,01 milliméterről, ilyen lényegében méretben dolgozunk, és vagy tágítunk, vagy esetleg elzárjuk az eret, hogyha vérzésről van szó. És a betegnek meddig kell kórházban lenni, vagy meddig van felügyelet alatt, míg ezt a műveletet elvégzik? Mivel a szúrás helye nagyon kicsi, 0,3 mm-ről beszélünk, így lényegében másnap már hazamehetnek a betegek, ha nincs szövődmény. Tehát lényegében csak a tipikus hely, ahol megszokjuk a beteget szúrni, ez a lágyék. Itt bevezetjük ezeket a csövecskéket, műszereket, és amikor befejezzük a műtétet, kivesszük, és egy ilyen öltést helyezünk el az érre, hogy ne vérezzen, esetleg lokális nyomást, kompressziót, és ez lényegében másnapig van a betegen, és másnap lényegében, ha nincs, de látjuk, hogy nincs vérzés a beszúrás helyén, akkor már távozhat a beteg. Doktor úr egy pozsonyi kórházban dolgozik, ahol ezeket a műveleteket végzik. Nem tudom, Szlovákiában hány ilyen intézmény van, ahol ilyen hasonló beavatkozásokat végeznek, ami azt hiszem, hogy nem ilyen, hogy szokványos, nem mindennapi. Hány ilyen intézmény van Szlovákiában? Így, ha gyorsan összeszámolom, 14 központról beszélhetünk. Minden központban kicsit máshogyan közelítik meg a beavatkozásokat, és más érrendszerre összpontosítanak. Nagyon sokan központunk van, ahol lényegében a perifériás, a lábtagnak az ereit kezelik, aztán vannak olyan központok, ahol csak szívet, vagy esetleg csak agyérrendszert kezelnek. A mi központunkban mind a hármat kezeljük. Igen. És hogyan lehet önökhöz bejutni? Lényegében a körzeti orvos, hogyha látja a leletet, és látja, hogy indokolt a kivizsgálás, akkor el tudnak jönni a rendelőnkbe, esetleg a weboldalon is megtalálnak minket a betegek.
és ha be vannak jelentkezve, és átmennek egy ilyen nálunk egy szűrőkivizsgálaton, akkor be tudjuk őket rendelni erre a beavatkozásra, ahol előre meg van mondva, mikor jönnek, és legtöbbször másnap távoznak. És még egy utolsó kérdés, amit mindig fölteszek mindenkinek, és mindig hallok valami újat. Hogyan lehet megelőzni az érszűkületet? Mit kell tenni azért, vagy mit nem szabad tenni azért, hogy elkerüljük az érszűkületet? Ami elég súlyos betegség, mert hát is, ahogy említette korábban is, már régebben, hogy amputációval is végződhet. Így van, tehát ez egy civilizációs betegség tipikusan, és itt ugye többek között a rizikós faktorokon kívül még az energiabevétel és a kiadás is fontos. Tehát most, mivel az energiabevétel rendkívül magas, és a mozgás ezzel szemben alacsony a társadalmunkban, ezáltal egy ilyen diszbalansz keletkezik, és megnőhet a veszélye annak, hogy a cukornak a metabolizmusa, a zsírnak a metabolizmusa is meghibásodik. És akkor ezáltal felgyorsulhat ennek az érelmeszesedésnek az aránya. Tehát én azt mondanám, hogy a több mozgás nagyon fontos. Például csak így, hogyha megemlítem, hogy le lehet húzni olyan applikációt, ami számolja a lépéseket például, és van ez a 10 000 lépés naponta, nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki csak úgy megszemléli, hogy hány lépést tettem ma, és csak rájön arra, hogy mondjuk egy 500 000 lépés, az nagyon kevés. Tehát azért jó lenne ez a 10 000 lépés, ez egy 3,5 km, hogyha valaki gyalogol naponta, ez olyan ideális. Vannak olyan tanulmányok, melyek azt mondják, hogy 30 percet, hogyha 3-szor hetente mozog az ember, valamilyen sportot ad ki magával, rendkívül csökkenteni tudja a kardiovaszkuláris veszélyt, tehát a rizikóját, hogy valami baj alakuljon ki, vagy a szívben, vagy más érrendszerben. A 10 000 lépés az úgy egy olyan szép szám, csak soha nem tudom, hogy ezt milyen tempóban kell megtenni, mert ezt megtehetem egész nap, vagy pedig egy bizonyos idő alatt. Azt hiszem, hogy a kettő között van különbség már, ami az energialeadást illeti, hogy milyen tempóban legyen az a 10 000 lépés. Én nem nagyon tennék különbséget, nem? Tehát hogyha sikerül munkán belül letenni egy 3000-et, 4000-et, és délután egy séta belül egy 6000-et sikerül, ezt úgy kitapasztaltam én is, hogy ez egész ugye sem megy, mert ez egy olyan 1 órás, meg 1,5 órás séta. Tehát ez egy kicsit így időigényesebb, mondjuk, nem mindenki, elhiszem, hogy nem mindenki tudja ezt elvégezni, de ha sikerül így szétosztani egész nap, az is egy nagy plusz, tehát nem ül az ember ugye egész nap. Igen. Azt hiszem, első részét elvégeztük a beszélgetésnek, most pedig doktor úrat megkérném, hogy válaszoljon az olvasói levelekre, de még mielőtt fölolvasnám az elsőt. Szeretném elmondani, hogy azokat a kérdéseket, illetve azokat a válaszokat, amelyeket most nem tudunk megválaszolni kérdésekre, nem adjuk meg a választ, azt az Egészség magazin, illetve Egészség melléklet május 3-i számában írásban, nyomtatott verzióban lehet olvasni. Úgyhogy akkor most jönne az olvasói kérdés, ezt olvasom. Azt mondja, hogy 3 évvel ezelőtt infarktuson estem át, amit az ereg tisztítása követett. Félek, hogy megint infarktust kapok, szedem a gyógyszereket, de megint fáradt vagyok, ülve is elalszom. Nehéz folytó érzést érzek a mellkasomtól a torkomig, a vérnyomásom is magas, s néha a bal karom is fáj. Szeretném megkérdezni doktor urat, hogy eldugulhatott-e az ér, vagy ennek a veszélye fenyegete? Mondjuk ebben az esetben a beteg ugye azt írja, hogy folytó fájdalmat érez. Én azt tanácsolom, hogy mi hamarabb látogasson el mondjuk kardiológushoz, aki végében EKG-t, egy alapkivizsgálást tud végezni, ugyanis már ugye volt érdugulás korábban, és újra érzi ezt a tipikus abroncs a mellkason. Tehát ilyenkor nagyon fontos az, hogy minél hamarabb látogasson el. Például behívhat a központunkba, és tehát a rendelőben megrendelheti magát, hogy volt operáción, és most újra fájdalmak vannak jelen, és kap terminus, és akkor már nem kell a körzeti orvoshoz menni? Ilyenkor, hogyha már volt operáció, és mondjuk már van lelet is, felhívhatja a rendelőnket is, és tanácsot kap, hogy kell-e valami kivizsgálás még, vagy jöhet azonnal a rendelőbe. Igen.
Egy következő olvasónk azt írja, hogy zsibbad a lábam, mitől lehet ez? Egyébként visszértágulataim vannak. A visszér és a zsibbadás nem muszáj, hogy összefüggésben legyen, ugye, mert a visszérek az a tipikus ilyen duzzadás, fájás, és a zsibbadás, ez lehet hátgerinc probléma is. Mindenképpen azt ajánlom, hogy a körzeti orvos azt meg tudná ezt különböztetni, de hogyha így mélyebbre szeretne kutatni a betegséggel, akkor egy neurológiai kivizsgálásra lenne szükség, esetleg egy ilyen érkivizsgálásra, hogy véletlenül nincs-e ütőérszűkülés is közben. Következő olvasónk azt írja, hogy idézem, édesanyám melműtéten esett át, és egy idő után bedagadt a bal karja. Több orvosnál voltunk, azt szeretném tudni, hogy ez a kellemetlenség az erek miatt van-e. Tipikusan a melműtét után kiszokták venni a hónalban is a nyirok, így van, a nyirokmirigyeket, és a kéznek ugye a szüksége van egy ilyen nyirok útra, keringésre, igen, ne legyen duzzadás, és ez tipikusan meg szokott jelenni egy ilyen fél év után, az operáció után, de nagyon jól tudnak segíteni a rehabilitációs, esetleg ilyen masszázs, ilyen limfodrenás technikák. Tehát akkor ez nem érszűkület. Ez nem érszűkület, itt a limfatikus utakról van szó, és ilyenkor legtöbbször ilyen limfatikus masszázs szokott legjobban segíteni, ilyen kompresszió. Na, és van itt még egy kérdés, azt mondja, hogy a lábam minden nap olyan hideg, hogy alig tudom felmelegíteni. 10 évvel ezelőtt cserélték a forgómat, azóta is fájdalmaim vannak, de az orvos azt mondja, minden rendben van. Hogyan lehet minden rendben, ha napról napra nagyobbak a fájdalmaim? Még az sem lenne baj, hogy állandóan mankóra szorulok, csak ne lennének olyan nagy fájdalmaim. Egyébként azt hiszem, ezt itt rosszul írta, de így mondom, ahogy írta, egyébként defibrillátorom van. Doktor úr, milyen gyógymódot javasolna? Na, itt több dologról is szó van, tehát forgócsere, ami lényegében gátolhatja a mozgásban is, tehát ott lehet fájdalom ebből a szempontból is. A defibrillátor lényegében az egy olyan dolog, hogyha volt valamilyen rendellenesség a szívritmusában, ugye akkor ezért kapta, de amit itt észrevettem ebből az írásból, hogy a hideg lábra panaszkodik, és hogy nem tud lassan járni sem a páciens, tehát itt azt ajánlanám, hogy mindenképp egy érkivizsgálást megér, tehát kivizsgálni azt, hogy csak lényegében csípő probléma, tehát forgó probléma ez, vagy ér eldugulás miatt nincsenek ellátva ezek a szövetek elégségesen. Tehát egy ilyen Doppler kivizsgálás, ultrahang kivizsgálás is sokat segít. Aztán egy olvasó azt kérdezi, hogy milyen következményei lehetnek az elhanyagolt, nem kezelt vagy rosszul kezelt érszűkületnek? A nagyon előre haladott állapotban annyira leszűkülnek ezek az erek, és annyira eldugulnak, hogy nincs elégséges vérellátása a szöveteknek az alsó végtagokban, és egy pillanatban annyira kevés a vérellátás, hogy nem működik a metabolizmus sem ezekben a sejtekben, és elhaláshoz kerül sor. Tehát ilyenkor már csak az amputáció segít. Tehát ezt akarjuk megelőzni, hogy ne veszítse el a beteg a lábát. Igen. És itt van még egy érdekes kérdés, ezt is megkérdezném, hogy valaki azt kérdezi, hogy doktor úr, találkozott-e olyan emberrel, akinek teljesen tiszták, átjárhatóak voltak az erei az egész testében, vagy egyáltalán fel lehet-e mérni, hogy kinek milyen az érrendszere az egész testében, nem csak egy bizonyos testrészben? Ilyen beteggel még nem találkoztam, de ami fontos, hogy ilyen korral jár. Korral jár az érelmeszesedés, és egyébként nagyon fiatal betegek, tehát beszéljük a 10-20 éveseknek nagyon nem látni plakk kialakulást, ez lényegében a 30-40-50 éves korban alakul ki lassan, és mondjuk itt nagyon fontos az, hogy milyen az életmódja a betegnek, tehát hogyan vigyáz magára, milyen a táplálkozás, milyen a mozgás, és sajnos ez mindenkinél jelen van, tehát olyat még nem láttam, hogy nem lett volna valakinek. És az érszűkületnek egyedül csak a fájdalom a tünete? Vagy vannak még valami más tünetek is, ami érszűkületre utal?
Hát az érszűkület ugye az egész szervezetben zajlik egyszerre. És most az itt a kérdés, hogy melyik szervnél szűkül a leghamarabb. Tehát, hogyha például az agyban szűkül le, akkor például az első tünet lehet, hogy valaki rosszul kezd látni például, vagy valaki szédülni kezd. Tipikusan a nyaki ütőér szok leszűkülni, a belső karotisz, amely ugye ellátja az agyat, és ilyenkor ilyen súgás is lehet hallani, tehát ez ilyen tipikus zúgafül, igen. De ez megint csak lehet belső fül probléma is, és nem kell, hogy összefüggésben legyen az érrel, tehát megint csak specialista kell, aki ott teszi a szondát, kivizsgálja, igen, és különbséget ez abban, hogy ez neurológiai, vagy lényegében érrendszeri probléma, és onnan lehet aztán tovább lépni. Ha valakinek ugye a szívén szűkül le, akkor mellkasi fájdalom van, valakinek úgy fáj a mellkasa, hogy a háta fáj, mint hogyha a háta fájna, tehát még az sem mindig pontos, hogy ugyanaz a reakció, vagy ugyanaz a tünet, és a lábban tipikus ez, hogy az első tünet az, hogy valaki sétál, és egy 500-1000 méter megtitele után valahogy elkezd fájni a lábikra, esetleg a comb. Tehát ez az első fájdalom. Aztán mindig ugyanaz a, tehát lényegében mindig ugyanolyan távolság megtétele után keletkezik ez a fájdalom, és lassan csökken. Tehát ez a tipikus benne. Távolság. A távolság. Igen. Tehát nem az, hogy az a valaki megmozdul, kilép az ágyból, rálép a lábára, ja, és fáj. Ez nem tipikus. Tehát tipikus az, hogy először megterhelni kell, valami mozgás kell, ami elégeti a tápanyagot az izomban, de nincs utánpótlás. És akkor jelenik meg mondjuk 500 méter után, 300-200, és valaki csak 10 métert tud lemenni, és a kritikus állapotban már nyugalmi fájdalom van, és ez a veszélyes, mert ilyenkor már egy a négy betegből elveszíti egy éven belül a lábát. És ez a probléma. Azt hiszem, hogy a kérdések nagy részére válaszoltunk, illetve doktor úr válaszolt, és még egyszer elismételném, hogy a többi kérdésre választ az egészség melléklet május 3-i számában olvashatják. Doktor úr, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást.